Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Nagy valószínűséggel Petőfi Sándor is jól érezte volna magát az Akácliget fürdőben hétvégén, bár a szervezők óvatosságból a Karcag Kincse kulturális központot is kijelölték alternatív helyszínként, ha az időjárás egyúttal kegyes volt a fürdő vendégeihez. A látogatók átlag életkora ezen a hétvégén a szokásosnál alacsonyabb volt, de nem véletlenül. Igazi családi, kisgyermekes napot szerettek volna a szervezők, és ez a szándékuk valóra is vált. Az óriás buborék show és a kézműves foglalkozások mellett a megalakulása 15. évfordulóját idén ünneplő Kiskalász zenekar gondoskodott a zenés énekes szórakozásról. Igazából mi ugye családbarát gyerekzenekarnak mondjuk magunkat, ami annyit fed, vagy ilyen családi zenét készítünk, ami annyit fed, hogy szülők is jól szokták magunkat érezni, tehát egyel talán azt gondolom, hogy összetettebb a zenénk, mint egy nagyon könnyen fogyasztható, és szokták szeretni a szülők, tehát 0-100 évig. Bartos Erika verseket zenésítettünk meg az első három lemezünkben. Az eléggé sikeres volt, és így lett ismertebb a zenekar országszerte annó, és az utóbbi 4 lemezünk az pedig már saját szövegű vers, olyan slágerek, ha tehát a gyerekeknek talán mondanak ezek a címek valamit, hogy Zoli a zebra, nem akarok, Gyula lila nyula, gyere az állatkertbe, és ezeket mi énekeljük. Mivel napközben 24-26 fokig melegedett a levegő, a bátrabb szülők akár még a szabadtéri medencében is megmártózhattak.